Akkor megvárjuk, amíg egy kicsit aklimatizálódnak itt a helyhez. Megértem, hogy kell egy kis idő addig, amíg a hely szellemi átjárja önöket. Mert ahol most önök ülnek, ahol most önök vannak, az nem egy akármilyen hely. Nem egy egyszerű ház, nem egy egyszerű főúri kúria. Ez az a ház, ahol kinyomtatták azt a könyvet, amelyre első ízben van teljes egészében magyar nyelvre felírva az Isten szava. És ez a könyv lesz az a könyv is, ami megvédi a magyar nyelvet. Pontosan ugyanolyan szépnek, mint amilyen 420 évvel ezelőtt volt. A történet végére az a könyv, amit önök majd a templomban meg fognak nézni, már nem csak egy könyv lesz. Sőt, nem csak az a könyv lesz, ami ellopott egyszer két az ember, de főleg nem az a könyv lesz, ami cirka 35 milliócskát ér, hanem az a könyv is lesz egyúttal, ami a reformációnak a talpköve, hiszen mindaddig, amíg nincs meg az első teljes egészében magyar nyelvre fordított Biblia, nem is beszélhetünk teljes értékű reformációról. De ez a könyv lesz, mint mondtam, az, ami megvédi a magyar nyelvet, pontosan ugyanolyan szépnek, mint amilyen 420 évvel ezelőtt volt. 420 évvel ezelőtt, mondják majd a templomba, csak hogy ez a 420 év. No, az mikor volt? Segítek, 1589. Na de az mikor volt? Na 1589 mikor volt? Az olyan bizony régen, de még olyan nagyon-nagyon régen, a sűrű, sötét, ragacsos, fekete középkor van, a legsötétebbjében, ahol az itt jelenlévő hölgyek mindegy szálig, az isztambuli rabszolgapiac legkeresettebb árucikkei lettek volna. Bizony, minden hájas padisaknak az volt a vágya, hogy ilyen álomszép magyar lányok, asszonyok táncoljanak az ő háremébe, a saját bugyogóba. Ami persze, ugye, mint tudjuk, egy nadrág volt. Egy nadrág volt, és nem egy fehér nemű. Mert az a nadrág, amivel a hastáncos lányok táncolnak, az a budgyos szárú sejem nadrág, az törekül úgy hangzik, hogy budgyogó. No, ez kerül át majd a magyar nyelvbe bugyogó formájába, de ahhoz, hogy ez a szó meg tudjon honosodni, ahhoz bizony az kellett, hogy akkor, amikor vizsolj be ezekkel a csúcsmodellekkel, meg ami bent van a nyomdában, ezekkel a high-tech berendezésekkel, elkezdik nyomtatni az első teljes egészében magyar nyelvre fordított Bibliát, akkor bizony már 50 éve itt teszi a fene a törököt a nyakunkat. 50 éve nyögjük a kontyos rabigáját, és amilyen jó bevackolta ide magát, még 100 évig itt is fog maradni. Itt szakad az ország három felé. Melyik is az a három felé szakad Magyarország? Mondjad, barátom! Mondjad, bátran! Így van! Hát igen, Felső Magyarországnak volt egy másik neve is. Felvidék. Hogy van a gyereknek, tehát jó a fülesőt, mit ön még a rövidtávú memóriája is, tehát a Magyar Királyság. És melyik volt a harmadik rész? Mondjad, kis barátom. Úgy igaz, a török birodalom. Nagyon helyes. És mivel, hogy a fiatal úr a legműveltebb az egész társaságban, evidens, hogy ő fogja játszani a Vizsai Nemzeti Színház előadásában zajló interaktív nyomdatörténeti előadásból a főszerepet. Gyere, barátom! Mert mostantól te leszel minden idők egyik leghatalmasabb földes ura. Hát mondjuk egy fiatal. Tavaly is te voltál? Hát akkor meg is értem, egy kicsit már előrébb jutott. Na, na jó van, barátom, nem baj, hát egyszer művelt vagy, hát művel. Aki király, az király, nem kell a szégyelni. Na, de most ebben a pillanatban a fiatal úr már előrébb lépett, és mint ahogy mondtam, az északi részek leghatalmasabb földes urát fogja alakítani. Sőt, mi több, az egyik legvitézebb katonát is. Mert hát a fiatal úr szabjája fogja majd oltalmazni két esztendőn keresztül az egri várat is. Vagyis mostantól nem más, mint Hadságos Rákóczi Zsigmond fejedelem urunk, hiszen Dobó után a harmadik kapitány volt. Hivált Rákóczi! Jó hangosan! Hivált! Hivált! Ne. Egyszerre jön trónra ültetés. Három és! Hivált! Az az idejű, nagyságos fejedelem uram!
Ez itt a trónusa. Na! Hol, de már olyan nagy katona. Az utcára ki ne tegye a lábát, szabja nélkül. Itt van. Óvatosan, fiam, le ne vágjál magadról valamit. Na! Hadságos fejedelem urunk az, aki első között tér át a protestáns, vagy úgy ma mondanánk, ugye, református vallásra. Alkalommal egy egész küldöttség érkezik hozzám. Leszálltok volna! Te leszel, gyertek! Te is küldöttség leszel, meg te is küldöttség leszel, gyere! Négyenünk mi négyen küldöttség van, nagyságos fejedelem! Gyertek már minden, ne várassuk a nagyságosokat! Ide, ide, te meg itt maradjál! Ugyétek már le a süvegeteket a nagyságos fejedelem előtt, vedd már le, na! És meghajlunk a nagyságos... Ennyi ányok, de jó erős hátizmotok van nektek, halljátok! Hát melyen hajlunk meg, na? Kérni jöttünk mink ide? Nem tölyköskodni? És ékes szavakkal elmondjuk a nagyságos fejedelemnek, hogy miért is jöttünk. Na, én leszek a magyar hangotok, ne izguljatok. Így csak jó hangosan bowlingassatok, jó? Na, elkészültetek? Süveg le! Meghajlás! Nagyságos fejedelem, uram, én stálom! Azért járultunk még nagyságot színelejbe! Bowlingassatok már, bowlingassatok! Már hogy szeretnénk még igen jó protestánsok lenni, nagyon jó reformátusok. Csak hát ugye nincsen nekünk magyar nyelvre fordított Biblián. És itt egy pillanatra meg is állítjuk a történetet, mert az egész reformációnak pontosan ez az egyetlen egy mondat a lényege. Az egyetlen egy mondat pedig az, hogy visszaadják az emberek kezébe a Bibliát. Tehát a valóságot, magát az Isten szavát adják vissza, mert addigra már, tehát a Luther Márton idejére a Biblia nem csak, hogy nem fontos dolog volt, hanem az kifejezetten veszedelmes volt. Mert olyan veszélyes dolog volt a Biblia, hogy a kolostorok leghátsó pócain volt eldugdosva, és csak az volt a fontos, hogy milyen a liturgia, mármint az Isten tisztelet formája, és hogy sem várgatják ki a papok a saját szájuk íze szerint az írás magyarázatokkal az Isten szavát. Ezért a tényleg mikor a csalgott fejedelem urat, no! Jó, van már, orrhesem! Tényleg mikor a csalgott fejedelem urat, hogy annál nékünk magyar nyelvre fordított Bibliát! Itt látjátok, a nagyságos fejedelemnek igen jó napja van! Azt mondja, adok én nektek édes jányaim, hát hogy ne adnék én nektek, na! Azt mondjátok csak meg, drága gyerekeim, mennyi kéne? Jaj, nagyságos uram, na járjuk most aztán! Hát, hogy legyen is, na! Meg hát, hogy jusson is, na! De főleg azért, hogy maradjon is! Hát kéne nekünk, nagyságos uram, vagy! No! 800 vagy, 800 darab! Pontosan így hervadt el a mosoly a nagyságos fejedelem orcájáról is! Az, sőt, mi több! Még a szemöldökeit is összevonta morcosan. És azt mondja, hogy... 800. Hát én lecsapatom a fejeteket, te. Hát honnan veszek én nektek 800 darab Bibliát, he? Egy hincs? Nem még a 800. Ezek a vásoló deákok itt reggeltől estig körmölnének, 20 év alatt nem érnek a végére. Ülnek a kenyeket ennyit, te. Jaj, ha már annyira kívánja a nép azt a Bibliát, hát ő bizony kinyomtatja nékik méghozzá mind a 800 példányban. Csakhogy. Mint azt tanult kollégám ugye említette a történet elején, az ország éppen három részre van szétszakítva. Egyből az erdélyi fejedelemség egy esztendeig majd még nagyságos Rákóczi úrunk is fejedelme lesz.
Hát középen sajnálatos módon a török birodalma vagyunk, második Szulejmán szultán őpatrohájosságával. Na de nyugaton! Hát ez se sokkal különb a helyzet. Ott pedig a magyar királyság van, aminek a trónján éppen akkor jöjjön barátom! Mostantra nem fogja alakítani itt a trónság, felséges királyom, hiszen az úr fogja alakítani mostantól a Habsburg házból származó. A magyar királyság trónján ülő Rudolf császár. Megértem a döbbenetet tökéletesen, megértem a döbbenetet. Ugyanis Rudolf császárról azt írják a kortársai, persze csak nagyon árnyaltan azért, hogy... Hát egy kicsit, hát, na hogy is mondjam, hát szól egy kicsit olyan... Furcsa, maradjunk a furcsa! Hát nem fogjuk feszegetni Rudolf császár nem identitását. Semmilyen szín alatt nem fogjuk megkapírálni Rudolf császár szellemi képességeit sem. Ha mondjuk tény, hogy nem volt egy százaségű. De egészen bizonyos, hogy elkötelezett híve volt a pápának. És amikor megtudja, hogy a protestáns hitre áttért Rákóczi Zsigmond mivel töri a fejét, hűktől a haragra törni. Azt mondja, hogy nem fognak itt kinyomtatni nekünk semmiféle protestáns ihatókat, nem lesz itt semmiféle haplát magyar nyelvű biblia, csak van egyedül katolikus. És csak van egyedül latin nyelv. Na erre már mit mondhatott volna Rákóczi, csak amúgy kurucosan is? Na mert... Na most már azért is kinyomtatjuk, méghozzá 800 példányban. És hogy akarjál nekem azt kinyomtatni rá, kucsiram azt a Bibliát? Nézzünk csak ide! És egy ilyen kis mozdulat, csak ennyi kellett a császártól, és a felvidéki nyomdászokban mindbe belefagyott a vér. Mert azt mondta, hogy aki protestáns iratot a merészel nyomni, az bizony csomagol, pakol, és megy a sóványába gályarabnak. Így hát Rákóczi hiába küldte el a követeit, a felvidéken lévő nyomtatóműhelyek mestereihez, Nyitrára, Lőcsére, Galgócra, sőt még Bártfára is. Mindenütt csak azt mondták a mesterek neki, hogy atyágos fejedelem uram, hát tudja, a császár megkívta. Fiatalul teljesen tökéletesen identitás zavarban szenved, mert ez egy szabja fiam, nem egy géppisztoly. Hát ez így működik, csak hogy tiszta legyen. Tehát, hát igen, jó. Rákóczi úrunk tehát elhatározza, hogy ha nincs mester, milyen világ ez? Hát micsoda világ ez? Hát nincs Magyarországon egy majster? Hát nincs Magyarországon egy nyomtató műhely? Na nem baj. Ha nincs majster, akkor hozunk külhomból. Ha nincs műhely, akkor megcsinálunk egyet. Méghozzá pontosan ide Vizsajba. Pontosan az Isten háta mögé. Mert hagyd nézzük még a templom is háttalál Vizsolynak, az egyetlen település tán, amihez a templom háttalál. Ide építik tehát az Isten háta mögött lévő kúriába, ebbe az uradalmi intézőnek szánt kúriába, azt a nyomtató műhelyt, amiben négyet is hoznak ezekből a csúcsmodellekből, illetve a bent lévő high-tech berendezésekből, és meghívják nyomdászmesternek minden idők egyik legügyesebb majszterét. A lengyel számodású! Jöjjön uram, mert úgy is van, hogy messzire került! Jöjjön már! Jöjjön, várját, engem a most! Azért mondom! A háta mögött, a csíkosuhába! Jöjjön uram! Maga a legnyomdászabb volt! Ekkor meghívja nyomdászmesternek minden idők egyik legügyesebb majszterét! A lengyel származású tipográfust, ahogy abban az időben hívják, Mancskovics Válint uramat, aki természetesen 200 örömmel elvállalja a munkát,
Mondom, 200, nem most óroljon már. 200 örömmel hozza magával álom szép lánykáját is. Mancskovics Mozsénát, gyere Mozsénka, ide apám mellé. És jön ám vele. De jön ám vele, ide apám mellé álljál már, Mozsénka, igyekedj. Mert hogy? Nem. Jó. És hozza magával minden idők egyik a legjobb szemű nyomdás segédjét. Jöjjön uram, még mielőtt elszúgni kárra. Jakab fiam, igyekezzél már, hányszor kell neked szólni, na? Éne gyere! Eljön vele minden idők egyik legjobb szemű nyomdás segédje, a német származású Jakob Klössz. Vagy hogy így hívták, ugye? Klössz Jakab. Klössz Jakab uram, igen, igen, jó szemű nyomdás segéd. Igaz, Jakab fiam? Na de hát a jó szem kellett is ezért ott abban a fél homályban. Igaz, Jakab fiam? Csak hogy Klösszek a buramám, nem csak hogy jó szemű volt, hanem kétszeresen is jó szemű volt. Ugyanis szemet vetett Mozsénkán. Halálos szerelemre gerjedt a két fiatal egymásért, Mozsénka az a másik felvonás. De sürgős járni, de sürgős. Na. Majd a második felmondás. Halálos szerelemre gerjedt a két fiatal egymás irán. Na mondjuk, amikor Mozsénka édesatja ezt megtudja, fölmérve azért az erőviszonyokat, biztos, ami biztos, mégis csak a lány kapja a két nyaklevest, a fiú pedig kapja a lány kezét, lesz neked család, nyolc gyerek, és azt mondja, és ne kiveselkednek, hogy előkészítsék a Biblia kinyomtatását, csak hogy az történt ám, hogy Klössz Jakab uram milyen is betette a kalapját. Egy jó zsíros vagyonkába, igen csak kinyílt a csipája. Az onnantól kezdve már csak fokhelyről beszélt mindenkivel, még az apósával. Azt mondja neki egy alkalomban, de mondom csak így fokhelyről. Na, apuka. Azt mondja már meg nekem kegyelmet, hogy maga most mit akar nyomtatni, mi? Ennyi román édesfiam, hogy mit nyomtatnánk? Hát azt a 800 darab Bibliát fogjuk nyomtatni, amit a nagyságos Elkóc is így mondulunk ránk bízott. Azt fogjuk nyomtatni? Hát. Azt hogy akarja azt valaki nyomtatni, apuka, azt a Bibliát, mi? Hát az le sincs fordítva. És akár hiszik, akár nem, akármilyen tökendés volt a legény, de igaza volt. Tökéletesen igaza volt, ugyanis 1589. február 18-án azon a fagyos koratavaszi reggelen, amikor hozzákezdenek a nyomtatáshoz, az meg még le sincs fordítva. Na már úgy értem persze, hogy teljes egészében is lefordítva, hanem egy olyan jó háromnegyed részénél járt, akkor legműveltebb embere jön. Jöjjön bátor! Már az Úr fogja alakítani minden időt egyik a legbölcsebb református lelkészét. Minden idők egyik legtanultabb szent emberét. Az Úr lesz mostantól a Kassavölgyi Traktus szenyorja, a Gönci Esperes, Károly Gáspár úr. Károly Gáspár úrunk igen, igen művelt ember volt. Jó, de hát lehetett is ő művelt ember, ugye? Hogy ne lehetett volna? Hiszen pontosan azon az egyetemen tanult ő is, ahol az egy szellemi elődje, tanítómestere, Luther Márton is tanult, vagyis a Wittenbergi Egyetemen. Na, onnan hozza magával egészen biztosan még a gondolatot is. Ha már egyszer Luther lefordította a Bibliát németre, hát akkor ő meg lefordítja. Magyarra. Csak hát már azért a fordításkor káruljonom egy kicsikét, azért öregecske is van. Mondom öregecske, na nem trotykos. Ja. Meg egy kicsit talán még lehet, hogy közvényesecske is volt. De hogy minden esetre gondolta magába, mégis az én vagyok a Gönci református lelkész. Hát szaladozok én majd Göncről állandóan ide Bizsajba. Na, Abbe fiam, gyere csak itt. Gyere már, Abbe, táncol kell neked szólni. Na, gyere, gyere. Így aztán magához intette a legkedvesebb tanítványát, az akkor olyan 16 éves forma,
Serkenő bajszú legényként! Szent Simonnál Albert uram! Azt mondja neki, na ide nézzél csak Albert fia! Ide nézzél, itt vagyok fent, látod? Na! Ide figyeljél Albert fia! Fogod ezt a kéziratot, átszaladsz vele Vizsolyba, odaadod Mancskovics bátyának a nyomdászmesternek. Most szólok jó elnére, fiam, hogy a járj meg már lelked. Akerül ne legyeskedjél, mert az ura igen nagy marha ember, hallod, ha leszaggatja a füledet, mert szatyornak se leszel, jó? Na, megértette? Amit meg már Mancskovics uram kinyomtatott, azt meg ide visszahozod nekem, hogy én meg el tudjam olvasni, értette? Azt mondja a legény. Igen. Így aztán meg is járja az utat nap, mint nap, és bebizonyítja méghozzá tudományosan ám, hogy a Göncz Vizsoly közötti távolság 12 kilométer, amíg a Vizsoly Göncz közötti meg már 14. Károly uram, éjszakákat nem alszik. Hát mondja már, édesfiam, hogy ez hogy lehet, hát ugye? Ez hogy lehet ez? A legény az csak lóbálta a fejét, sehogy se akarta bevallani. Amikor egyszer aztán mégiscsak kibújt a szögosát. Na mondja csak, Albert fiam, hogy hogy is volt ez akkor, na? Mondja. Na most már mondhatom, már úgyis mindegy már. Helye, hogy ugye, hogy meglehetted az erdők alatt az ösvényt, ugye? Ugye, ha? Na de az eddig rendben is volna, de hazafele. Na hazafele hogy volt, atyajam? Ugye, hogy már csak a Vilmányi csárdán keresztül vezetett az út, mi? Ami persze még 2 kilométer volt, meg egy ice borocska is. Amiért nagyon csodálkozni nem is igen kell, mert hogy senki nem mert vizet inni abban az időben, hiszen a víz fertőzött volt. 3 évvel előtt a meg Károly Gáspár egész családja a fordítás előtt, vagy a nyomtatás előtt, vizet senki nem mert inni. Na de hát egy kupa bor azért egy legénynek mégiscsak túlzás. Biztos, ami biztos, jó megtáncoltatta a keszek hátán a megyfaszárú pipát, aminek az lett az eredménye, húsz ki maga, mert hogy olyan igaz, olyan bölcs, olyan nagy tudású emberré cseperedett Szent Simonnál Albert úrunk, hogy ő lesz az majd, aki a templomban, amit látni fognak a szép nagy vizsai biblia mellett, ott van az a kisebb, az úgynevezett Hannaui biblia, azt már ő nyomtatja, sőt úgy belelendült, hogy 2 év múlva még Oppenheimbe is nyomtatott egy sorozatot, amiért aztán kapott egy szép szobrot is a templom kertébe. Na nézd csak meg maga, fiam, milyen szép ember voltál. De nem ismernéd fel magad, azon nem is csodálkozott, mert azon, mint ha már egy cseppet szőrösebb lennél. Jó van, erény, na! Felbocsájtjuk egyelőre a császárunkat is! Nem mivel, hogy úgyse figyel rá, hogy maradjunk! Elbocsátjuk a nagyságos fejedelmet is, hál' Istennek, nem van. Még összevágszott nekem valakit, hozz vissza. És elbocsátjuk Károly uramat is, igyekezzék kegyelmet a fordítással. Mi pedig, ha tetszik, ha nem, hozzálátunk a munkához. Gyere vissza. Azt mondja Mancskovics Bálint a nyomdászmester. Neked meg hányszor kell szólni, apafiam, hogy mindent a kezem ügyibe hozzál ide. Hát se papír, se tolhát. Én meg ilyen ember ellen alatt. Hát így nem lehet behúgozni, fiam, no. Gyere ide. Hát gyere már ide, hányszor kell neked szólni, mi? Na, édes fiam. Én most megtanítalak ám tégedet arra, hogy hogy kell ezt a rettenetes nagy munkát előkészíteni. Na de tudományosan nem. Nem csak úgy okmokkó. Nézzük először, hogy mennyi papírra lesz majd szükségünk. Na nézzük akkor. Azt mondja. Hány könyvet rendeltek a nagyságos fejedelem urunk? Jó. Na. Jó. 800-at. Hát hol jár már az eszed megint, Jakab fia? 800. Hány órára fordította le Károly Gáspár urunk? 2000. Igen, hogy már megint nem figyeltél, mi? Hányszor kell lesz neked elmondani, mi? 2412, mert csak a jányon jár az esze. Ne se vigyarogjál. Ne se vagy külön. 2412, az annyi, mint hogy na marad a... Azt mondja, hogy... Szorozol, hát azt mondja, hogy...
ne boldog számos jó Isten. Hát számoljad már a fiam, te is. De bizony teljesen mindegy volt, hogy kiszámolja. Ahhoz, hogy ki lehessen nyomtatni azt a 800 darab könyvet, amit Rákóczi Zsigmond úr megrendel, ahhoz bizony 1.928, te Istenet, üljön a trónakkor. Na, király leszel. Tehát ahhoz, hogy ki lehessen nyomtatni a 800 könyvet, ahhoz 1.928.000, vagyis cirka 2 millió ilyen oldal kellett telenyomtatni, méghozzá színig. És mindösszesen csak másfél év alatt. És az a másfél év. Azt a másfél év lehetett volna, az milyen jó lett volna. De hát abból még le kell vanni, ugyebár? E Mózes által lejegyzett 10 parancsolatból, ugyebár? Na, nyugalom napjára vonatkozó? Melyik is az? Ugye, hogy nem tudom. Na, gyere, csak ide majd most megtanul. Szombat! 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 Gyere, csak ide majd most megtanuljuk azt a parancsot. Ide, gyere! Mert amikor majd szombaton délelőtt a kedves édesanyád azt mondja neked, hogy elég volt a Cartoon Network előtt fetrengésből, nyomásrendet csinálni a szobádba, mit kell mondani? Apa. Ugye? Mi? Na, megmondom, hogy mit kell csinálni. Szombaton. Azt kell mondani, hogy... Anya! De csak nem akarod, anya, hogy a pokorra jussak, anya! Hát mit mond Mózes? Az Úr napját szenteld meg! Vagy és vasárnap, vagy szombaton nem lehet dolgozni. A legjobb törvény, te se tudod. Ugye vagy? A hatodik már lassan menne, mi? Na, terénk meg! Ebből a pillanatban Mozsenka, aki titokban fejszámoló művész volt. Ide gyere Mozsenka, mondj egy kis csinálat. Kard? Kard kell neked, nem tudom. Mondtam én neked, hogy ki a... Tessék, itt a kard. Vigyázzál, te se vágjál le magadról semmit nagy kárra. Na, ide gyere már Mozsenka, hányszor kell neked visszaállni, ne? És ebben a pillanatban Mozsenka, aki titokban fejszámoló művész volt, ebben a pillanatban Mozsenka megsápol. Azt mondja. Édesem. Hát a szombaton nem lehet dolgozni. Akkor a Bibliát meg aztán főleg nem lehet nyomtatni. Na de a szombaton nem lehet. Akkor az egyházi ünnepek alatt se lehet. Pünkösd, húsvét, karácsony. Ezeket mind le kell vonniám abból a másfél évből. Akkor nem marad összesen csak... 415 nap. Ugye, hogy zseni a nő? Mondtam én nektek, de nem hiszem. 415 napunk marad, akkor hallom, hogy kinyomtassunk 2 millió oldal. Ezekkel. Apuka, jó Isten, áldja már meg kegyelmedet. Ha hajnal 5 órakor elkezdenénk a munkát, az este 7-ig, 8-ig egyfolytában is dolgoznánk. De tudod, mikor van hajnal 5 óra? És 9 körül, igen. Hajnal 5 óra. Akkor is naponta legalább 6,5-7 ezer oldalt kell nyomtatni. Percenként legalább 2. Vagyis egy fél perc, 30 másodperc alatt kell kinyomtatni egy oldalt. Mozsenkát újraélesztették. Sóhajtott egy nagyon. Hát ez mondjuk elég tüdőszűrőse sikerült. Hát előtt, azt mondja, jól van apuka, kezdjük azt a munkát. Na kezdjük csak. Hajszolom kegyelmet, ide jöjjék, Jakab fiam, te ide gyere már, ne kaján különlepzseljék. Úgy van, tövök ide a hajjába, Zsé. Leszem a logisztikai asszisztensem. Ebben a rettenetes nagy technikai valóságban megnézzük, hogy hogy működött a gép. Galamposta. Tehát, hogy működött a gép? Volt egy ilyen szép nagy hatalmas facsavarja, ezzel lehetett rásajtolni a papírtartóra. A papírtartót ezzel lehetett rásajtolni. Innen ered az újságírás szava is a ajtó bizony.
rásajtolni az ólom betűkből összerakott nyomódó cellulát. Erre az ólom betűkből összerakott nyomódócra, amit aztán majd, amire rátesszük a papírt, ezzel fogjuk rásajtolni a első oldalát a Bibliát. Az viszont, hogy nyomtatni tudjunk, még két nagyon fontos dologra van szükség, Mosenka lelkem. Mi az? Tinta, így van, és még papír. Nézzük csak, hogy a festéket, azt vajon miből készíthették. Milyen színű ez a festék, Mosenka? Fekete. Na most nem tudom, hogy kék vagy fekete, mert a jogosítványon ettől függ, na? Na milyen színű ez, Mosenka? Fekete. Na ugye, hogy egy olyan stimulálják az embert, rögtön tudja, hogy hogy kell. Na, fekete. Melyik a legfeketébb fekete, Mosenka? Korom fekete. Tehát a lánynak is jó a füle. No, a kormot ennek a kézi készülétnek a segítségével gyártották, ami nem más, mint egy... Vasaló. Vasaló. Tovább. Mérles. Tovább. Pontosan az bizony. Nem más, mint egy olajmécses. Ez bizony pontosan olyan, mint amilyet Aladdin is használt. Ebben benne volt Zsinyi esetleg, a kisasszonyka szeretné megdörzsölni. Mondjuk hát, ha kijönne Zsinyi belőle, ha? Próbáld meg. Na rajta. Na bátra. Na gyere, akkor ledörzsold meg. Na melyikőtök lesz az, aki fölmeri vállalni azt, hogy kijön Zsinyi belőle? Oké, okay. Tessék. Rajta? Na, de azon meg! Na, és egy kibélentünk magunkat, folytathatjuk a mesét. Tehát ott tartunk, hogy ez egy olajmécses valóban. Beütöttük itt az olajat, beledugtak egy kanócot, elég keservesen világított, de kormolni viszont remekül tudott. Úgyhogy csak tenni kellett ide a láng fölé egy vaslapot, ezzel lerakódott a korom, lekaparták róla, összekeverték olívaolajjal, és már kész is volt a finom fekete festék, amit aztán majd ezzel az úgynevezett tamponáló fával. Gyere, Jakab fiam! Nem kell még. Ide kocogtassa szépen. Gyere már, Jakab fiam, hát hányszor kell neked szólni, úgy? Látom, nem vagy egy színpadi mozgásban járatos. Na, igen. Óvatosan, Jakabán, megölöd! Finom a lágy! Na, elég jó csinál a gyakor, fiam, csak az a baj, hogy nagyon lassan. Mennyi idő van most egy-egy óra kinyomtatására? Hány másodperc? Fél perc. Okay. Na, tehát ebből mennyit szállhatunk maximatíva a nyomtatásra vagy pamacsolásra? Két másodperc. Jakab, minek neked az ellenség? Itt az asszony. Na! Adjunk már neki 10-et az elején, Mosenka! Jó, legyen 10! Jakab fiam, itt a... Én azért csak a népi bölcsességet adnám én ebben a járnyal mellé. Az első pendelyen kell az asszonyt elverni. Tudja, hol a helyi. Na, ha ez nem történik meg, fiam, itt azért te nagyon nagy papusba fogsz járni. Na, akkor lássuk, Jakab, még egyszer, 10 másodperc. Jó, fog ez menni már, na. Jó, ne kopogjál már, inkább fejbe gyakoroljál tovább, fejbe. Heted le a szerszámot, szokja. Mi pedig addig Mosenkával rátesszük a papírtartóra a papírt. Itt a nyomtatáshoz nem, hogy papír nem volt, nem, hogy nyomda nem volt, nyomdász. Itt még hagyománya se volt Vizsajban. Minden máshonnan kellett hozni, mint a kőleveshez. Itt a papírt pedig Lengyelországból hozzák, még pedig Krakkó városából. Most már azért mi ilyen... látszik így valami belőle. Igen. Szóval valahogy ilyen szép vizsai vízjeles papírokat gyártunk, ha majd a fény felé fordítják. Lehet látni? Ezeket gyártuk, de akkor bizony Lengyelországból hozatja Rákóczi Zsigmondulón. Méghozzá egy zseniális barterüzletet kötött, vagyis árucsereüzletet. Mert hogy egy hordó tokai bor pontosan annyit ért, mint egy hordó merített papír. Most már csak ezt kell rátennünk a papírtartóra. És tulajdonképpen kész is leszünk pillanatban belül a nyomtatással. Na most Enka lehet, gyere csak ide. Ebből a ide szépségesen, ilyen intravénáson ide felszólt. Jó? Segítség. Majd mindenki nyomtat egyet, hogyha akar, jó? Ja. Utána. Hát egyelőre csak az. Jó van. Pénzes fénymásolás. Így, mi? Mosenka lehetem, ezt vissza kell tolni a helyére.
és tulajdonképpen már csak 30 másodpercnyi távolságra vagyunk. Üljetek le, mert jobban lát mindenki. Üljetek le. 30 másodpercnyi távolságra vagyunk a győzelemtől. Hát csak egyetlen egy női szereplőre volna szükségünk. Ki az, aki szeretne elindulni Hollywood irányába? Az Oscar-díj felé. Jöjjön, kisasszony! Mert mostantól nem sajnálatos módon a másik kisasszony, mert ő volt a nyelvkelés, te akartál minden állat. Itt a lehetőség! Mert mostantól a kisasszony elindul a Hollywood irányába, vagy legfeljebb is a Broadway felé. Mostantól a kisasszony alakítja minden idők egyik legnagyobb színdarabjának, William Shakespeare művének, a Romeo és Júliának a második felvonásából. A kakukkos óra szerepi. Tehát minden idő szerepálmát megkapta a hölgy elsőre. Amikor én azt mondom, hogy óra indul, akkor egyesével emelkedő számsorrendben magyar nyelven jó hangosan, természetesen másodperc alapon egy számlál egészen 30-ig. És amikor odáig elér, akkor egy természet azonos rákukkat fog kimondani. Fog menni. Jó van. No. Tehát, nyomtatás folyamata a következő lesz. Abban a pillanatban, mi most a kakuk elkezd számlálni, Mozsén Kardi fogja a papírtartót, visszatolja majd a helyére. Jakab addig, mint az őrült varrógép, elkezdi nyomni a festéket rá. 10 másodpercnél jár a kakukkos óra, Mozsénka visszatolja a helyére a papírtartót, Jakab visszatolja a nyomódnyúcot, a Meister úr megfeszíti az izmos felsőtestét, és ezt a pacsomat addig fogja szorítani, csavarni, amíg elkészül maga a nyoma. Elkészültünk, figyelem tehát, óra indul, egy! Már Jakab, kenjen már! Angol gyors. Aj, 11-nél órány. Ha milyen óra vagy te? 11-nél órány. Na most az óra is elég jó gyorsan szalad. De az még a kisebbik baj. Jakab fiam. Én tökéletesen megértelek téged, Jakab fiam, hogy az asszony bámulod. Magam se tennék mást, az enyém nem lenne. Na szóval, de most nem arra kéne figyelni, Jakab fiam. Hanem ide, mert most nyomtatunk éppen. Méghozzá a Bibliát, ide koncentráljál nekem, fiam, hogy van az bekem? Jön a vonat, megy a vonat, tiszta fót az egész. Hadd már ide azt a pavacsomót, mert látom, nem áll az jó kezedben neked, fiam. Na várjál! Itt van lesz nekem az autentikus kedi henger, ebben próbáltam. Na, lágyom, fiam, mint a hegedüljön. Te boldogságos jóisten. Jakab fiam, tudsz te hegedülni? Hát ez mondjuk látszik is. Na haladjál már a hegedüléssel, de valami frisset húzzál. Jakab. A jó Isten áldjon meg téged, fiam. Nem így szoktak hegedülni, hanem így keresztbe. Na. Hát így. Jó van már. Józsénka, hát tegyen már te is, hányszor kell neked is szólni. Úgy van, Meister uram, 11 óra indul. 11. 13, 14, 16. 16. Behangoljuk az ott. 18. 19, 20, 21, 22. Húzza, Meister uram. 24, 28, 29, kakut. Kakut. Mint a kozák férfikó. Kakut. Magasan csilingelően szépen. Hát a tömés majdnem kiesett a fogamból. Na még egyszer! Három és! Na jó, ezt már még külön átveszünk. Jó! És itt tulajdonképpen a történetnek a végéhez is értünk. Visszazárjuk a vidámság ládáját, és már csak egyetlen egy gondolat van hátra, amit még... Hát még egyetlen egy gondolat van hátra, az, hogy lássuk, hogy mit láttunk. Itt van három ember, aki olyan dolgot csinált addig, amíg életében még soha dolgoztam. Na már úgy értem persze, hogy csapatként, tehát mi csapatmunkások, gondolják, hogy annak a négy csapatnak, annak a körülbelül 14-16 embernek a munkája,
milyen véres felítékes voltak, minap mint nap, reggeltől késő estig egyfolytában csak nyomtattak. Elkészítve azzal azt a munkát, amit több mint 100 éven keresztül a magyar nyomtatás történet meg se fog tudni közelíteni. Köszönjük természetesen Károly Gáspár úrnak, élőre tapsolt ezt Károly uram! A fürdalábunk Henti Molnár Albertnek, hol hagy már Albert fiam te is? Kérem Albert, hányszor kell neked is szólni? Köszönjük természetesen alacságos fejlelem urunknak, a császárnak! Hol a császárnak? Már utódja is van. Bizonyított. Köszönjük a követeinknek, gyertek követlányok, kik voltak a követek, gyertek ide! Megköszönjük a követeinknek, hogy megreckírozták a fejüket velünk! Természetesen a kisasszonykának is megköszönjük, aki elmélyíti bennünk a nyugalom napjára vonatkozó törvényt! Megköszönjük Volcskovics Balálin nyomdászmajszternak! Klöcz Jakab nyomdászsegédnek! Mancskovics Mozena művésznőnek! És minden idők egyik legférfiasabb hangú Kakuki Állat is! Meghajolnak a színészek, megköszönjük a tapsot! Visszakapkultak, még egyszer! Köszönjük, köszönjük a tapsot! Mozsaink a tiéd a dicsőség, lássuk, mit sikerült alkotni! Nézzétek meg, hogy mit csinál! Gyönyörű! Köszönjük! Hölgyeim és uraim, még egyetlen egy dolgot hogy mondjat el, hogy menjek el önöknek. Elérkezett az az idő, amire 5 éven keresztül készültünk. Igaz, hogy az árvíz, illetve hát hozzá még ez a keserves gazdasági helyzet egy kicsit még próbára tesz bennünket. De július 20, július 30, 31 és 1-én megrendezzük a harmadik Rizsai Biblia hetét, és most 420 éves lesz a Biblia. Akkor nyomtatták, akkor fejezték a nyomtatását. Ennek a tiszteletére megnyitjuk Magyarország első tökéletesen eredeti formájában működő 16. századi nyomdáját. Ott tartunk, hogy az első három tökéletesen eredeti formájú ólombetűnek az öntőformája elkészült. Elkészült az első három, és július 29-ére még 13 elkészül, ugyanis elhatároztuk, hogy visszaépítjük, visszaöntjük az eredeti betűkészletet. Igaz, egy kicsit keservesebben haladunk, mint kéne. 264 karakter van, ezért ezt azt gondoltuk, hogy bárki örökbe fogadhat egy-egy betűt a visai készletből, bárki csatlakozhat az örökké valósághoz. Erre a Biblia 420 évet kivét, akkor remélem a nyomda is kifelé a Biblia 420 évet. Biztos látok már mindenki itt a falvakban, vagy a városokban ilyen dicsőség volt. Hát ahhoz meg kellett halni, hogy a nevét kírják. Itt viszont senkinek ilyet nem kell áldozatot hozni. Elég az, ha egyszerűen csak örökbe fogad egy betűt. Jöjjenek hozzánk a hónap végén, és jöjjenek, legyenek tanúi önöknek is azt, hogy hogy nyitjuk meg ezt a nyomtató művet. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek a türelmét. Hát, ha jól lak a szívészet, még aki az impadon maradt. Köszönjük.